Szagóta én indultam el. 14 éves koromban kezdtem el igazán gitározni. Édesapám tanított előtte egy-két évig, utána zeneiskolába beiratkoztam, aztán felkerültem Pestre, 6 év után. Aztán ott elvégeztem a jazz konzervatóriumot, és aztán ott játszottam Pesten, játszottam sok jó zenésszel. Aztán azt hiszem, hogy 1987-ben kaptam egy meghívást Berlinbe, a híres Jazz in July fesztiválra, ahol először voltam, akkor még West Berlin volt, és nagyon örültem, nagyon tetszett ez a város, és akkor döntöttem el, hogyha valamikor kitelepülök máshová, vagy elköltözöm, akkor mindenféleképpen Berlin lesz az első állomás. Mert nagyon tetszett, mert nagyon multikulturális volt akkor ez a város, ami egyébként mai napig is tart, sőt még jobb lett. Úgyhogy nagyon megszeretem ezt a helyet, és ott élek, és onnan utazok ide Magyarországra, meg a világ összes részére. A lényeg az volt, az ember minél többet játszik, jó zenészeket találkozik, vannak ilyen barátságok szövődnek, mit éltünk családommal. Aztán ott a 80-as évek, hát a 90-es évek felé már sok zenész elkezdett elszállingózni, nem csak a zenészekre gondolok, hanem ilyen sok ilyen írókra, meg egyéb ilyen művész emberekre. Aztán akkor a helyzet ilyen volt, aztán akkor döntöttem én is, hogy elmegyek. Az emberi kapcsolatok, mint zenészeknek mindig nagyon érdekes, mert ez egy más dolog. Tehát ezeknek fontos ápolni, fontos ezeket az embereket, barátokat megtartani. Politikai nem nagyon szeretek foglalkozni ebben, mert elég szomorú dolgok történik itt Magyarországon, ami egyébként most már a Nyugat-Európa országokban is köztudott. Elég kellemetlen híre van, és ezt nagyon sajnálom, mert ez az ország egyébként nagyon szép, meg nagyon jó itthon játszani, nagyon szeretek mindig hazajönni. De remélem, hogy valamikor összeszedik magukat. Aztán nem a hülyeségekkel foglalkoznak, hanem avval, amivel kell. Édesapám ez egy autodidakta gitáros volt, aki talán, hogyha tanult volna, lehet, hogy nem lett volna olyan jó gitáros, mint amilyen volt. Neki volt egy ilyen nagyon természetes adottsága a gitároz, ami nagyon tetszett benne az, hogy nagyon természetesen beszélt, hogy foglalkozott a hangszerrel, és egy fantasztikus gitárszandja volt, amit a mai napig is keresek. Szóval ez egy nagyon... Nekem nagyon jó gyerekkorom volt abban az időben, visszaemlékszik nagyon szép emlékekre apám, amikor gyakoroltam, amikor hallgattam őt. Akkor ezek később volt, hogy visszajönnek, ezt nem felejti el az ember, pláne hogyha ugyanazon a pályán marad, mint az apja. Szóval nekem nagyon fontos volt a édesapámnak a gitárjátéka. Talán kétszer vagy háromszor lehettem itt. Úgy igazán a város nem ismerem, csak nagyon meglepődtem, mert hogy egy ilyen fesztivál, azt hiszem a 17 éve, a 18 éve, mert a Lakatos Gyuri keresett engem meg, és nagyon örültem neki, hogy ez működik, és hogy egy ilyen fontos feladatot ő a szívére vett, és örültem, hogy el tudtam jönni, volt pont időm, hogy ide el tudok jönni, és a zenémmel részt tudok, meg segíteni tudok ezeknek a gyerekeknek.